A Varga György, az nálunk egy ilyen családi örökség, szóval a 7. Varga György vagyok sorozatban. Viszont édesapámnak ez problémát okoz a gyerekkorában, hogy apukája is Gyuri volt, meg ő is Gyuri volt, és így a zavart elkerülve kaptam én a Balázs nevet. Igazából szerintem a csapatban inkább ez egy gesztus volt, hogy ezt a büntetőt én végezhettem el, és ez nagyon jól esett nekem egyébként, mivel egy hosszú sérülésen vagyok túl, és mindig nehéz visszajönni egy ilyen hosszú kihagyás után, és a csapat ezt így megszavazta nekem, de nem én voltam kijelölve alapvetően a feladatom, szóval ez, inkább hálás vagyok ezért a lehetőségnek a csapatnak. Hát ugye ez a sérülés ez nekem visszatérő volt, szóval először februárban tört el a lábam, másodjára pedig májusban, és így az edzőtáborban is még kilógtam ezzel a sérüléssel, de most már teljesen kijöttem belőle szerencsére, és már nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy újra pályára léphessék az első csapat színeivel is. A hét elején már kirajzolódott, hogy valószínűleg lehetőséget fogok kapni, és szerencsére így kapott a mérkőzés is. Végig előtt facizom. Mindegy, hogy hol kell játszanom, én mindig a maximumot hozom. Bármilyen pozícióban is sok lehetőség. Hát ugye itt most jobb szélső támadóként léptem pályára Máté Szarkán, de én a leginkább a belső középpályán nézem jól magam, és ott érzem úgy, hogy a legjobbamat tudom nyújtani, de teljesen mindegy, hogy milyen pozícióban lépek pályára, ott adom ki magamból a maximumot, és ez az osztálytól is független. Én alapvetően jól érzem magamat, és úgy érzem, hogy a társak is befogadtak, és elismernek engem egy elrangú társukként, és remélem, hogy mi hamarabb be tudom ezt már bizonyítani, hogy FNTV-dik van álljon. Szerintem fejléptem egyébként, már előre léptem, de hát ez nyilván nem a végkifejlet, vagy a végcél, ott még nem tartunk. De a szélső védekezés szerintem egyébként egyszerűbb, mint a belső középpályán, így talán valamivel könnyebb feladatom van most. Viszont abban szeretnék ugye fejlődni, mert ott érzem magam igazán komfortosan is. A maximumot szerintem ott tudom kiadni magamból. Azt, hogy az én szerepem mi lesz, azt most még nem tudom megmondani, mivel ez hát nyilván tőlem is függ, de én azt gondolom, hogyha a stáb és az edző úgy gondolja, hogy megkapom a lehetőséget, akkor én mindent meg fogok tenni, ahogy ez el is várható. Az, hogy mit hoz a jövő, azt nagyon nehéz megmondani, de én bizakodó vagyok, hogy mi hamarabb ott lehetek volna. Az első csapat keretében is.